estét kívánok, folytatódik a napi aktuális. Sokak szerint Brüsszel átalakult Abszurdisztán fővárosává. Ma délután gyakorlatilag karhatalommal akadályozták meg egy konzervatív, békepárti, migráció ellenes politikai konferencia megrendezését. Most kapcsolunk a Hír TV brüsszeli tudósítójához, Bugnyár Zoltánhoz. Szervusz, Zoli, kérlek, foglald össze nekünk, hogy pontosan hogyan is zajlottak ma az események, mi történt? Jó estét kívánok, szervusz, Vili. Ahogy mondod, Abszurdisztán, ha nem vagyok ott jelen, és nem személyesen a két szememmel látom, akkor talán el sem hiszem, hogy ez megtörténhet Európában. Mégpedig megtörtént. Az elmúlt napok egyébként azt mutatták, hogy módszeresen próbálták ellehetetleníteni, elhallgattatni a Nemzeti Konzervativizmus konferenciát. Ugye az első helyszínen, ami az Európai Unió gyakorlatilag belső negyedében volt, lett volna, az pár nappal ezelőtt ott a helyszín mondta le, hogy itt nem lehet politikai rendezvényt tartani, nyilvánvalóan politikai nyomásra találtak egy új helyszínt, egy másik szállodát, ez is lemondta hétfőn délután. Roham tempóval a szervezők bravúros módon szereztek egy harmadik rendezvény helyszínt, majd pedig itt ugye reggel már gyülekeztek akkor a résztvevők, illetve az előadók, amikor megjelent a polgármester, aki közölte, hogy nem lehet megtartani, és ha kell, akkor intézkedni fog arról, hogy az elektromos áramot elvágják, ne legyen villamoság. Ez nem történt meg. Ugyanakkor a rendőrséget ráküldte a rendezvényre, körülbelül egy órakor megjelent három rendőr, és átadott egy határozatot, mely szerint nem tartható tovább itt meg a rendezvény, mindenkinek egyesével távoznia kell innen negyed órán belül. Ezt a szervezők nem fogadták el, és azt mondták, hogy a bíróságra fogják vinni a dolgot. Tovább folytatódott a konferencia, nem tudták elhallgattatni, ahogy szerették volna, még most is zajlik a díszvacsorával. Minden megszólaló, minden előadó természetesen reflektált erre, többen azt mondták, hogy ez új kommunizmus, például a brit politikus Farage, illetve Gál Kinga, európai parlamenti képviselő is azt mondta, hogy az ő fiatal korából ismerős ez a módszer, ez a totalitáriánus módszer. Ugyanezt mondta egyébként Müller kardinális, német bíboros, aki a hittani kongregációnak volt hosszú éveken keresztül, 16. Benedek pápa idején a prefektusa, ő azt mondta, hogy alacsonyan képzett brüsszeli politikusok akarják megmondani nekünk, hogy hogyan éljünk, mit gondoljunk, mit együnk, ami teljes mértékben elfogadhatatlan. Zoltán, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. A stúdióba pedig megérkezett Kis Rajmunda Mátyász Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Jó estét! Jó estét kívánok! Önben nem merült föl a párhuzam? 1789. júniusában francia nemzetgyűlés megalakul, szeretnének ülésezni, a király bezáratja a termet, átvonulnak a labdaházba, és tulajdonképpen elkezdődik a francia forradalom. Nagyon szeretem a történelmet, nekem egy fiatalkori emlékem, és ma szégyellem is magam miatt, emlékszem a 90-es évek vége, nyugodjon békébe, Csurka mondta minden nap, az akkori miép elnöke Csurka István, a kitűnő író, hogy nem látjuk, hogy a liberálisok tulajdonképpen nyugati öltönybe bújt marxista kommunisták, és igaza lett. Senki nem gondolta, kevesen gondoltunk, hogy pont az akkor szélső jobboldali radikálisnak mondott Csurkának igaza lesz, és látjuk minden nap. De tényleg Brüsszel, ahol a beethoveni örömóda szól, és most már tényleg a bunkócskát kellene hallgatni, mert valóban azokat a kommunista időket idézik, ahol a szélső baloldali mozgalom a polgármester segítségével megzsarolhatja az ételszállítót, a catering üzemeltetőt, hogy nagyon nagy bajba fog kerülni, hogyha kiszállítja az egyébként békepárti, konzervatív rendezvény. Tehát aki nem tudná, hogy milyen rendezvény van ma és holnap Brüsszelben, ami többek között a brüsszeli irodánk is szervez, egyetemista fiatalok, filozófusok, gondolkodók beszélgetnek Washingtonból, Londonból, Miamiból, Budapestről, Brüsszelből, Európa jövőjéről, a konzervativizmusról. Ez egy békepárti jam. Ez most a brüsszeli szípek, hogyha tetszik, és ezt tiltják be erőszakkal.
Kérem, ne feledje a szavát. Kapcsolunk vissza Brüsszelbe. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ott van már, megérkezett stábunkhoz. Jó estét kívánok! Igazgató úr, ön mit gondol, honnan ez a nagy bátorság, hogy egy legitim politikusok által szervezett legitim rendezvényt karhatalommal gyakorlatilag megakadályozzanak? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket is. Hát ez a legfontosabb kérdés. Egészen elképesztő az a hangulat, amit az elmúlt években az elhibázott brüsszeli vezetés politikájának következményeként kialakult Brüsszelben. Tehát az, hogy szélsőséges, erőszakos, antifasiszta csoportok tulajdonképpen terrorra ráhelyeznek szolgáltatókat, illetőleg békésen konferenciázó nemzeti konzervatívokat, akik szeretnék elmondani az ő háború ellenes álláspontjukat, az ő nemzeti szuverenitás párti álláspontjukat, az ő migrációval szemben kritikus álláspontjukat, ez egészen elképesztő, és ez szerintem annak köszönhető, hogy az elmúlt 5 évben az Európai Parlament baloldali, radikális, liberális többsége olyan hangulatot teremtett, hogy a egyes brüsszeli alacsonyabb szintű, hogy mondjam, hatóságok, a vezetői, meg az önkormányzat vezetői azt gondolja, hogy ilyet meg lehet csinálni. De hát kérem szépen, ilyet Európában nem lehet megcsinálni. Ez nem az az Európai Unió, ahova mi csatlakoztunk, és mi magyarok nem is fogjuk hagyni ezt, és hallatni fogjuk a hangunkat, olyan módon fogjuk hallatni a hangunkat, hogy az Brüsszelig is elhangozik, és remélhetőleg tudunk Európa jövőjének egy új, szabadabb és a nemzeti szuverenitást jobban tiszteletben tartó irányt szabni. Érdeklődve olvastam a városrész polgármesterének a szavait, aki azt mondta, hogy a nemzeti szuverenitás védelme az tulajdonképpen egyelő az euroszkeptikus hozzáállással, és tulajdonképpen ez az indok arra, hogy miért van neki joga bezáratni ezt az eseményt. A szuverenitás, a nemzet mostanra toxikus kifejezés lett Brüsszelben? Hát az a tiltó határozat az egy jogtörténeti erekje, és mint egy állatorvosi ló mutatja Európa és Brüsszel jelenlegi problémáit, abban ott olyan vad dolgok vannak, hogy ezek az emberek, ezek tradicionalisták, őnekik fontos a nemzet, fontosak a hagyományok, nem értenek egyet a gender ideológiával, és ezért aláássák az emberi jogokat, meg a kisebbségek jogait, és ez veszélyes, ezért betiltásra méltó. Ez pont egy olyan megközelítés, amiről mi magyarok pontosan tudjuk, hogy hogyan működik. A 70-es, 80-as évek Magyarországa így működött, és azért csatlakoztunk, egyrészt azért küldtük haza a szovjeteket, és azért csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. És azt gondoljuk, hogy a mostani európai parlamenti választásokon nem csak Magyarországon, hanem minden európai országban előre fognak törni a nemzeti konzervatív erők. Azt reméljük, hogy a nemzeti konzervatív erőknek egy új szövetsége tud létrejönni. Többek között azon az alapon, hogy ezt a mai skandalumot elutasítjuk. És ez a hang, ez újra a racionális diskurzust, az európai nemzeteket tiszteletben tartó hangnemet, és az eltérő álláspontok ütköztetésének, szabad ütköztetésének lehetőségét biztosítani fogja tudni. Egy ilyen Európára van szükségünk, egy ilyen európai parlamentre, és egy ilyen brüsszeli intézményrendszerre van szükségünk. Az elmúlt 5 év, az pedig a történelemkönyvekben, mint az egyik legrosszabb időszak az európai integráció történetében úgy fog bekerülni. Engedje meg még egy gyors kérdést, Kis Rajmunddal itt a szuverenitásról beszélgettünk. Milyen erkölcsi hitelességgel lehet ezek után támadni nyugat felől a magyar kormány határvédelmi, gyermekvédelmi politikáját? Hát igen, ezek fontos kérdések. Ugye tulajdonképpen ez a mai esemény le is rántotta
leplet az álszent brüsszeli baloldalról, a szocialisták, liberálisok oldaláról. Ők nem a jogot próbálják védeni, hanem joggal való visszaélést követnek el Magyarországgal és minden olyan tagállammal szemben, amelyik nem hajlandó a brüsszeli mainstream álláspontnak behódolni. Visszaélnek a joggal, és a jog eszközeivel akarják rákényszeríteni az akaratukat olyan országokra és olyan politikai csoportokra, olyan egyénekre, akik ezt nem akarják. Tehát ez most már a napnál is világosabb. Az elmúlt hónapokban szerintem sok olyan esemény is történt, ami ezt világossá teszi, amikor az Európai Bizottság elnöke szinte védekezve azt mondja az Európai Parlament baloldali többségének, hogy a magyarok nem fogják megkapni a forrásaikat, amíg nem változtatnak a migrációs és gender propagandánkon. Ez az a helyzet, amikor azt kell mindannyiunknak mondanunk pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, hogy ebből elég, ennyit és ne tovább, Brüsszelben változásra van szükség. Tehát én azért optimista vagyok, hogy ez az elképesztő és elfogadhatatlan hozzáállás a közös ügyeink viteléhez, ez nem tartható fenn sokáig. Semmiképpen nem szeretnék tippeket adni, de mondjuk Magyarország jól meg tudná ezt a konferenciát rendezni, a szipekekkel elég jól boldogulunk. Orbán Balázs, nagyon szépen köszönöm. Jövő héten találkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen én. Kis Rajmunddal együtt hallgattuk itt. Egy jogállamisági vizsgálat ön szerint elférne, hogy elkezdődhetne lassan Brüsszelben? Hát már korábban elkezdődhetett volna, de nem véletlen az időzítést. Szerintem nem csak a brüsszeli polgármester, de a brüsszeli adminisztráció és a bizottság és a parlament vezetői, sőt hát a tanács tagjai, a nyugati európai nagyhatalmak vezetői is érzik, hogy a társadalom hangja és a politikai cselekvés nincs összhangban. A politikai vezetők nem csak a gazdákkal kapcsolatban nem hallják, nem érzik Európa hangját. Az elmúlt években, főleg az orosz-ukrán háború óta az európai politika egyértelműen eltávolodott a valóságtól. Folyamatos mélyrepülésben van az európai gazdaság, versenyképesség, a nemzetközi külpolitikai és geopolitikai érdekképviselet. Hát meg az a hangulat, amit teremtettek Brüsszelben, amiről Orbán Balázs is beszélt, hogy olyan hátszelet éreznek maguk mögött. Ön mit gondol, hogy a jövő szempontjából milyen üzenete van ennek mondjuk a konzervatív gondolat részéről, mire kell számítani? A legfontosabb a konzervatívok részéről, aminek a célja ez a kétnapos konferencia is, hogy össze kell fognunk, és amiről szerkesztő utalt, amit pont jövő héten fog Budapest otthont adni a CPEC-nek, össze kell fogni a konzervatívoknak, hogy klasszikust idézzek, Schmidt-Pált, csak együtt sikerülhet. Tehát tényleg csak együtt lehet, hogyha a konzervatív erők széttöredeznek, mindegy, hogy Lengyelországban, Hollandiában, Magyarországon, akkor sokkal nehezebb lenne egy európai változást sikerre vinni, hiszen utána akár egy közös pártkoalícióban, egy közös konzervatív családban kell kiállni, nagyon nagy dolgot mondok, az európai polgárok érdekeiért, amit kellett volna az elmúlt 5 évben is az Európai Unió vezetőinek, de hát láttuk, hogy mondjuk Ukrajna fontosabb volt számukra, mint a magyar, a cseh vagy a lengyel gazdáknak a boldogulása. Ön értette egyébként ennek a brüsszeli kerületi polgármesternek a logikáját? Mert én megmondom őszintén, elhűlve hallgattam, hogy tehát oda van ez a konferencia, rászervez az Antifa egy, hát könnyen lehet, hogy erőszakosban hajló tüntetést, és akkor ahelyett, hogy a megtámadottak mellé állnának, ahelyett tulajdonképpen betiltják. Hála Istennek, én nem értem a logikáját, ilyenkor szoktam mindig anyukámnak mondani, hogy ne magadból indulj ki, mama. Tehát ne arra gondolj, hogy mi a normális, mert akkor soha nem fogjuk őket megérteni. Hát, Szanyi Tiborra beszélgetünk, akkor a gazdatüntetések, amikor odavonultak az Európai Parlament elé, akkor be kéne csukni az Európai Parlamentet is. Így van. Nem szabad a mi logikánkkal gondolkozni. Én azt gondolom, azt remélem politikailag, hogy a saját maguk alatt vágják a fát. Ezt érzik a gazdák, érzik a fiatalok. Tényleg Brüsszel élhetetlen város lesz egyébként, egy csodálatos város volt, nagyon sok, nagyon fontos intézménynek a központja, és olyan nógózónák vannak, olyan migráns negyedek, hogy belga, brüsszeli ismerőseim már nem mennek kimenni az utcára, ráadásul egy olyan polgármester van, aki egy békés, hivatalosan bejelentett, egy nemzetközi tudásközpontú konferenciát
tilt be úgy, hogy amit a kollégája is mondott, közel 6 órával ezelőtt megjelent a rendőrség. Egyébként, amit a kollega nem mondott, kollégáim ott voltak benne a teremben, azt mondták a rendőrök, hogy bezárják, de úgy, hogy most még maradhatnak. Ha valaki kijön az épületből, az nem mehet vissza. 2024 áprilisban. Elképesztő. Ön mit gondol, hogy az, hogy ilyen heves reakciót adott ez a polgármester, hogy a hatóságokat küldte rá erre a konferenciára, az jelezhet egyfajta sarokba szorítottság érzést az európai baloldal részére? Azt gondolom, hogy nagyon félnek az Egyesült Államoktól, nem az Egyesült Államoktól, Trump. Donald Trump visszatérésétől. Ez érezhető szerintem a NATO-ban és az Európai Unió vezetésében is. Nem véletlen, hogy az elmúlt hónapokban több olyan vörös vonalat léptek át a háború béke kérdésében, ami korábban elképzelhetetlen volt, és szerintem ez a mai cselekmény is, ami egyébként péntek óta húzódik, tényleg úgy érzik, hogy ez a hajó már elment, és próbálnak menekülni, és egyre rosszabb döntéseket hoznak. Arról beszéljünk egy kicsit, kérem, segítsen nekem értelmezni. Azt mondja ez a polgármester, hogy a nemzeti konzervativizmus etikailag problémás. Például az abortusz ellenesség miatt, a melegházasságok ellenzése miatt, nemzeti szuverenitás védelmére összpontosít, ami euroszkeptikus hozzáállást jelentett. Ebben a pillanatban az, hogy valaki euroszkeptikus, az egy üldözendő dologá válik. Hát, ráadásul nyilvánosan, tehát hogy ebből az következik, hogy be kell tiltani? Pontosan, amikor óriási nemzetközi felháborodás volt, amikor Orbán Viktor először Tusnád fürdő megfogalmazta, hogy a liberális mellett az illiberális mit jelent, és azóta tulajdonképpen, ez főleg az Egyesült Államok és nyugat-európai vezetői gondolják így, tehát a világ lakosságának egy kisebb része gondolja így, hogy azok, akik nem így gondolkoznak a demokráciáról, az ő demokráciájukról, és az ő liberális gondolkodásukról, az ellenfél, vagy akár ellenség, jelen esetben a brüsszeli polgármester esetében. Jó, de akkor meg én azt a kérdést teszem fel, hogyha ki az etikailag problémás? Az, aki leír egy ilyen mondatot, vagy az, akiről leír? Az etikailag problémás, aki szerintük az. Az ő meglátásuk szerint, és ezt ők döntik el. Mit mutat ez meg ön szerint Brüsszel természetéről? Egész egyszerűen hajlamos arra ez az európai elit, hogy lekezelően gőgösen bánjon más. Pontosan, és ezt látjuk a világban. Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, amikor Európáról beszélünk, hogy az történt, hogy jó dolgokban nem tudtak mit csinálni, és ezért elkezdtek mindenféle zöld ideológiáról, baloldali, kommunista, marxista ideológiát behozni, elkezdték utálni a benzines autót, a dízel autót, előbb-utóbb a húst is utálni fogják, mert annyira jó dolguk volt, kinyitották otthon a csapot, euró jött belőle, ez az új generáció. És ezt látjuk, és azt látjuk, hogy egyre agresszívabbak. Tehát az, hogy egy szinte illegális szervezet, emlékezhetünk Magyarországon ennek a szervezetnek a tevékenységére, amikor viperával ütöttek fényes nappal magyar járókelőket, és ők kérik meg a polgármestert, hogy egy békés, konzervatív, nem tüntetést, ez egy konferencia, egy belvárosi hotelben, ahonnan kitiltották őket. Cenzúra van, rendőrállam van Brüsszelben, elképesztő, ez egy tényleg egy a demokratikus ember eszményének, amiben már évtizedek óta mi magyarok is szocializálódtunk, elképzelhetetlen. Kis Rajmund, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.